Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok. Na, essünk túl gyorsan a kötelezőkön, Fortuna és a farmolás rész. Na most az igazság, hogy nagyon sok minden nem változott ugye Cetushoz képest, leszámítva azt, hogy van a vadászat, de ugyanúgy ugye halászunk és bányászunk. Kicsit meggyorsították a bányászatot és jobbá tették. A lényeg, ami lényeg, hogy azoknak, akik mind becsületes úton akarnak haladni és nem plat gazdagok, azoknak lesz mit csinálni. Nos, ebben a videóban fogunk beszélgetni a bányászatról, halászatról, a vadászatról. Könnyen és gyorsan essünk túl rajta. A videó leírásában hagyok egy linket térképhez, hogy melyik hal hol található, melyik barlangban érdemes horgászni. Természetesen nagyon gyorsan megfejtették az emberkék. Ezt, akinek már van erre türelme, hogy ez így végigmenjen és kitapasztalja a dolgokat, de mindent megtaláltok, barlangokat, hogy melyik számít folyónak, melyik számít tónak, hol és mit érdemes, melyik barlangban érdemes horgászni. Úgyhogy ja, olvassátok ezt a linket, angolul van, de nagyon érthetően meg van csinálva, képekkel el van magyarázva, hogy melyik hal hol található. Ásványi anyagok és gemek bányászata elég egyszerű, azt kell, hogy mondjam, van itt is piros és kék, kék az értékesebb értelemszerűen. Annyi változott az egész, hogy oda mentek a kövekhez, és ott villog a köveken egy ilyen kék vagy piros fény, abba kell belecélozni, és amikor körbe megy a fegyvereteken, a csík, pontosan akkor kell megállítani, amikor beér a bekeretezett részbe. Egyes gemeket nehezebb lesz kibányászni, de ha mindig megállítod a bekeretezett részbe, akkor nagyobb eséllyel kapsz értékesebb gemeket. Szóval ennyi lenne, semmi nagyon extra. Amit tudnotok kell a gemekről, megint csak mondom, hogy nagyon sok XP-t érnek, szóval be lehet őket váltani Solaris United XP-re, és nagyon gyorsan össze lehet szedni belőle a napi XP limitet, úgyhogy számoljatok ezzel, hogyha mondjuk megcsináltátok már a bounty-kat, és még nem frissültek, de kell még egy valamennyi a napi XP-hez, váltsatok be gemeket, mert nagyon gyorsan és nagyon kevés idő alatt ki tudod farmolni azt a mennyiséget, amire szükséged van, úgyhogy jusson ez eszetekbe. A halászat, hölgyeim és uraim, nem sok változott Cetushoz képest, egy kicsit mondhatni, hogy többet kell küzdeni a hallal, de nem nagy semmi extra. Bedobod a vízbe, megvárod, amíg a piros részhez ér a csík, és akkor nyomod le az egérgombot, és happy days, ki már is kifogtad a kis elektronikus halaidat. A poén ebben az egészben, hogy a halak azért vannak a tóba, hogy egy funkciót lássanak el, mondjuk tisztítják a vizet, baktériumok után kutatnak, tehát valami hasznos funkciójuk van, ahogy én nézem, de mi mégis ki kell őket fogjuk. Szóval ennyi lenne. Amit tudnotok kell, tavak és folyókban különböző halfajták fognak előfordulni. Hideg és melegebb éghajlatokban különböző halak fordulnak elő, illetve hogy változik, hogy hideg és vagy meleg van, olyan csalit kell használni arra halra, amelyik jobban szereti azt az adott, hogy is mondjam, hideget vagy meleget, na. Évszakot, napszakot, bármit. A lényeg az, hogy a csalikon is írja, hogyha kiváltod a csalikat, hogy hideg vagy éppen meleg időszakban szeretnek előjönni azok a halak, és akkor kell használni azokat a csalikat. Nos, a különlegesebb halfajtákat elméletileg a barlangokban találtok, nincs olyan sok belőle, de amiből van, ott megtaláljátok a különlegesebb halfajtákat is. Még nincs egy halas térkép, de amint lesz, azt is fogom közölni veletek. A halak is természetesen érnek XP-t, továbbá a különlegesebb halaktól tudod beszerezni azokat a különlegesebb alkatrészeket is, amelyek fognak kellene az, hogy a kitgánokat, kétdrájvokat, stb. Mindezeket legyártsátok. Na most, következő a sorban a vadászat. A vadászatról tudnotok kell egy-két információt. Első, ha a kezetekbe vezitek
az altató fegyvert, amit előtte az arzenálba, a gírbe beraktatok, ugye, a kezetekbe veszitek a fegyvert, akkor minden állatnak a lelőhelyét megtaláljátok a térképen. Na most, de ugye nem tudjátok melyik állatét. Viszont, hogyha az állat sípokat, az állat hangokat, az állat csalikat veszitek a kezetekbe, akkor annak az adott állatnak a lelőhelyét találjátok meg. És hogyha konkrétan egy állatfajtát akartok farmolni, vadászni, akkor azt az állathangot vegyétek a kezetekbe, és akkor a térképen azt fogjátok látni. Kijelölitek magatoknak a térképet, úgyhogy hosszan nyomjátok az M-et, kijelölitek magatoknak a térképen, és odarepültök, és kezdődhet a vadászat. A vadászat első lépése megtalálni a szart. Ma írtak is a livestreamben, mert nem találtam a szart, és akkor írtak, hogy a szart se látsz, szóval ha szart se látsz, akkor lehet, hogy rossz helyen keresed. De ha kijelölöd magadnak a térképen, akkor elég precízen mutatja, hogy hol van az a szar, úgyhogy megkeresed a szart, nyomsz ott egy X-et, és lábnyomokat fogsz találni. Végigköveted szépen a lábnyomokat, és megtalálod a következő helyet. A következő helynél ott kell csalogatni az állatot, előveszed a sípot, amely az állatnál, ahhoz az állathoz kell, amit vadászni fogsz, megfújod a sípot egyszer, és utána hallani fogod az állatnak a válaszát. És amint megjelenik az állatnak a válasza, a jobb oldalt ugye megjelenik egy ilyen csík, ahol van egy ilyen bekeretezett fehér rész. Na most oda viszed az egeret a bekeretezett fehér részre, lenyomod a sípot, és amerre elindul a fehér rész, leköveted a hang mintával, ahol miközben nyomod a sípot, leköveted a fehér részt, amerre elindul, és akkor csinálod jól. Na most azután előveszed az altató puskát, mert rövidesen meg fog jelenni az állat. Némelyik állatot nehezebben fogsz észrevenni, mert hogy fehér színűek, és minden fehér, ezért ha a puskával zoomolsz, a puska az ki fogja neked jelölni az állatot. Ha szép lassan körbenézel, ahogy pulzál a puska, ki fogja neked jelölni az állatot, ha esetleg nem vennéd észre szabad szemmel. Ha nagyon hirtelen mozdulatokat teszel, akkor elijeszted az állatot, ezért mindig maradj guggolva, és guggolva lehetőleg egy helybe, hogyha van nem feltétlenül szükséges elbújnod, a lényeg az, hogy guggolva legyél, és akkor úgy fogod tudni sikeresen levadászni azt a bizonyos állatot. Az állatokért ugye tegeket kapsz, a tegeket pedig beválthatod a plüss állatokért, amit kirakhatsz az űrhajódba. Happy days! Happy days! Következő a sorba a keydrive-ok, vagyis a lebegő deszkák. Ehhez egy-két tipp és trükk. Na most, ha nagyon ügyes vagy vele, és jól tudsz szlájdolni a csöveken, akkor bármelyik csövön, konkrétan Fortunán extra XP-t fogsz kapni. Szóval szlájdolni hogyan kell a keydrive-val, úgy megnyomod a kontrollt, tehát felugrasz, ráugrasz a csőre, megnyomod a kontrollt és a V-t egyszerre, és akkor befordul oldalra, és akkor tudsz slide-olni. Ha nagyon ügyes vagy ebben, akkor elmehetsz a térképen oda Pearl nevezetű helyre, és az egy ilyen körkút-szerűség, és körbe-körbe tudsz ott menni, és nagyon gyorsan össze tudod szedni a keydrive-ra a napi limitet, ugye a maximális, amit ki tudsz húzni belőle, az 3000, egy kör alatt, egy ilyen slide kör alatt 3000 ilyen XP-t, de annak azt nem mind váltja be neked fókuszra, hanem csak 1200 valamennyit kapsz meg körülbelül XP-re a keydrive-os kis csókánál, úgyhogy de még így is nagyon gyorsan össze tudod szedni a farmolást a keydrive-okra. A következő, ha nem vagy túl ügyes a trükkökkel, mint hogy én sem, akkor mindenhol szinte a térképen megtalálod ezt a kis csókát, ami versenyeket szervez. Na most odamész a csókához, nyomsz egy X-et, és semmi más dolgod nincs, csak hogy időben átmenjél a, hogy is mondjam, ezeken a piros gömbökön,
és akkor fogsz kapni egy bizonyos 3000 körüli standinget, és az beváltja neked, és így ezáltal is elég gyorsan össze tudod szedni azt a bizonyos napi limitet. Na most annyi a hátránya, hogy ez a kis csoka bárhol ott lehet a térképen, és nem is jelzi a térkép, szóval meg kell keresdőket, mondjuk megkeresed Archwing-el, megtalálod, valahol mindig utadban lesz, hogy őszinte legyek, megtalálod, és akkor oda majd nyomsz egy X-ed, és indítod a versenyt, és folyamatosan ismételed ezt az egészet, és mindig időben, mielőtt lejárna az idő, átmész ezeken a izéken, hogy is meg a kijelölt pályán megütöd azokat a pontokat, akkor fogsz kapni egy napi standinget, és így is ki lehet ezt farmolni. Gyerekek, ennyi lett volna, farmolási alap dolgok a Fortunán, eddig semmi nőn extra. A következő videóban fogok segíteni esetleg, hogyan jussatok hozzá Garudának egyes alkatrészeihez, könnyebben, tehát a legyártáshoz való alkatrészéhez könnyebben. Ja, de azt majd a Garuda bemutató videóban, ami hamarosan jönni fog az is. Ennyi lett volna, tetszett a videó, dobj egy lájkot, ha segítettem valamit, dobj egy lájkot, Discord szerverünkre bárki csatlakozhat, link a videó leírásában, klánunkba is lehet csatlakozni, link a videó leírásában, megint csak. Kommenteket, kérdéseket várom a videó komment szekciójában, vagy Facebookon, kinek hol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!